Ja, szervusz. Szervusz. Szünetben beszélgettünk, mondtam neked, hogy a Libe bizottságról szóló, Libe bizottság jelentéséről szóló vitával fogunk kezdeni, ami tegnap zajlott. És azt mondtad nekem, hogy de hát történt ott valami, amire nem számítottunk. És én azt válaszoltam maga természetességében, hogy nem, semmi olyan nem történt. De ha belegondolunk ebbe a rövid párbeszédbe, az az igazi tragédia. És nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ebbe bele lehet törődni. Pedig egy ideig még biztos, hogy el kell viselni ezt a társaságot, ezt a brüsszeli társaságot. Látszik, hogy az hátralévő egy-másfél évet, ami az európai parlamenti választásig és ennek a bizottságnak a mandátumának a lejártáig hátra van, addig ők fullba fogják nyomni ezt a tematikát. Ez látszik, tehát mindent megpróbálnak keresztül erőszakolni, ami ennek a liberális közegnek fontos, legyen az migráció, vagy bizonyos speciális általuk kitalált jogok. Szerinted érzik a vesztüket? Gondolok itt arra, ugye jövőre európai parlamenti választások lesznek. Azt gondolom, hogy az európai parlamenti választásokat eleddig igazából senki nem vette komolyan, és senkit nem érdekelt. Szerintem most van az első pillanat, amikor ennek szerintem elképzelhetetlen tétje van. És nem Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban. És ezért kérdezem, hogy szerinted érzik-e a végüket, hogy van-e arra reális esély, hogy egyébként például a nyugat-európai nemzetek, akiknek mindenük tele van a migrációval, és azzal, hogy mivé lett a hazájuk, van reális esély, hogy jövőre elzavarják az összeset? Van, szerintem érzik a vesztüket, és azért léptek most a gázra, mert tudják, hogy amit ebben az egy évben nem csinálnak meg, arra valószínűleg már nem lesz módjuk 2019-től kezdve. Úgyhogy én arra számítok, hogy most az Európai Parlamentnek a megfelelő szervei és a bizottság is sokkal-sokkal agresszívabb lesz. Ők megpróbálnak mindent eldönteni most, olyan sínre, olyan vágányra rárakni az Európai Uniót, amiről majd egy már jobboldali vagy nemzeti gondolkodású Európai Unió nem térhet le. Én szerintem most ez a játéknak a neve, úgyhogy most kell különösen keménynek és kitartónak lenni. Ugye a visegrádi négyek közül három, Lengyelország, Csehország, Magyarország. Amúgy Szlovákia is, csak ők óvatosabban szoktak fogalmazni. De ez a három ország, és különösen a lengyel-magyar relációban többször elhangzott nyilvánosan, hogy minden a másik ellen irányuló ilyen típusú kezdeményezést meg fog a másik vétózni. Ha a lengyeleket fenyegetik hetes cikkelyen, akkor majd mi? Ha minket, akkor majd ők. Most azt hallani, hogy azt álmodták meg liberális ég Brüsszelben, hogy egy csomagba veszik az egészet, mert akkor egyszerre szavaznak róla, akkor az érintettek nem szavazhatnak, és akkor így senki sem tud majd vétózni. Szerinted ez egy lehetséges és reális forgatókönyv? Meg fogják próbálni, de szerintem számosokból ez nem lesz járható út. Itt lesznek más ellen érdekelt országok is, azt gondolom. Tehát itt kemény harcra kell felkészülni, de ha így próbálják meg keresztül, tehát ilyen metódika szerint próbálják meg keresztül nyomni a saját ügyeiket, akkor azt gondolom, hogy azzal megkockáztatják az unió szétszakadását. És ezt szerintem ők nem akarják. És ezért vissza fognak hátrálni. Még egy forgatókönyvnek a lehetségességére vagyok kíváncsi. Ugye egyre többször hangzik az el, hogy a renitens visegrádi négyeket pénzügyileg próbálják meg jobb belátásra bírni. Magyarán a következő költségvetési ciklusban majd jól elveszik tőlünk a pénzt, és majd jól odaadják a görögöknek meg a spanyoloknak, mondván, hogy ha mi nem vagyunk szolidárisak migráns ügyben, akkor majd az Unió sem lesz szolidáris velünk. Egyetlen egy dolgot hoznék most ide. Maga a német gazdasági miniszter mondta el egy évvel ezelőtt nagyjából,
hogy mondjuk a kohéziós alapokból Magyarországra jövő 10 euróból 9 az azonnal visszamegy a német multinacionális cégekhez. Ezen tény ismeretében reális ez a forgatókönyv, hiszen valószínűnek tartom, hogy a német multik fogják azt mondani a német kancellárnak, hogy na azért hátrébb az agarakkal. Szerintem sem német érdek, tehát ez egy olyan fenyegetés, amivel a németek magukat legalább annyira lábon lövik, mint amennyire minket. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem lehet érdekük. Most arról nem is beszélve, hogy 30-40 éve ömlik a pénz a dél-európai országokba, az eredményt meg lehet nézni. Tehát, hogy most még oda forrást allokálni, mi értelme van, nem tudom, mert az látszik, hogy azok az uniós pénzek, amiért azért Kelet-Európába jöttek, azok többé-kevésbé azért hasznosultak, tehát mi azért följebb jöttünk. Itt ez a térség azért ez alakult. A görögök nem. A görögök szépen megkapták a pénzt, köszönték, hazavitték, elköltötték, és nincs meg. Nem fejlődtek belőle. Most oda még pénzt. De persze érthető, hogy miért akarják ezt egyébként a franciák meg a németek. Hát a franciák azért, mert úgy gondolják, hogy talán nekik is jutna ebből a pénzből, amit innen elvesznek. Illetve nyilván benne van ez a fegyelmezési szándék is. Nyilván a franciák látják, hogy a németeknek ez annyira nem kedvező. Ez is benne van. De azt gondolom, hogy leginkább az van az egész mögött, hogy idén le fog állni a kötvényvásárlási program. Az a programja az Európai Uniónak, amiből eddig a dél-európai országokat valamilyen módon felszín fölött tudták tartani. Amikor ez a pénzpumpa kikapcsol, amikor ezt leállítják, na akkor megint elkezdenek sokasodni a déli országokban a problémák. Azt valakinek ki kell fizetni. És hát persze a gazdag tagállamok nem akarják már kifizetni, ezért fizessenek a szegények, ez az új szlogen, fizessék ki a kelet-európaiak. Mondjuk annál is inkább, hogy Görögországban talán leginkább a németek ragadtak be nagyon sok milliárd euróba. Németek is, meg francia biztosítótársaságok, bankok, tehát azért ott is nagy. Egy részét ezeknek a pénzeknek, vagy ezeknek a hiteleknek kiváltották, közösségiesítették, ugye, ez a ügyesség, hogy a magáncégek fölvették, meghitelezték, aztán amikor meg dőlni látszott az egész konstrukció, akkor csináltak belőle állami hitelt. De azért mégiscsak ők vannak leginkább beragadva, és valójában ugye a görög problémát 10 éve senki nem, jó nem 10 éve, hanem több száz éve nem tudja senki sem megoldani, de mondjuk az elmúlt 10 éve különösen akuttá vált, és mindenféle mesterkedés ellenére lényegében Görögország továbbra is a csőd szélén táncol. Ennek most erről nem szoktunk beszélni, erről most nem írnak nap, mint nap a lapok, de az... Na de 3-4 éve meg másról se írtak, csak De a helyzet nem változott, tehát hogyha ha ez a pénzpumpa leáll, akkor bizony azt gondolom, hogy ott eléggé súlyos problémák lesznek, és azért valakinek fizetni kell. Ugye a németeknek a másik terve, hogy berántsanak minket az eurózónába. Miért? Mert akkor egy görög mentőcsomagot, azt már nem csak nekik kell majd fizetni, meg Franciaországnak, meg a Benelux államoknak, hanem akkor nekünk is bele kell tenni majd abba a mentőcsomagba. Tehát én ezért azt gondolom, hogy mert ez a kezdeményezés is majd jönni fog, hogy minket behúzzanak minden áron az eurozónába, hogy egyelőre nekünk ez nem érdekünk. Tehát fizessék ki ennek a görög vagy olasz meg spanyol mentőcsomagnak az árát azok, akik azt a bajt létrehozták. Térjünk egy időre haza. Túl vagyunk a második tüntetésen, ami a választások után sorra került, és már tudjuk a harmadiknak is a időpontját, ugye május 8-a az új kormány és az országgyűlés alakuló ülésén időzítették. És feltételezem, hogy majd ott be fogják jelenteni a negyediket, a kérdésem pedig az, hogy meddig? Meddig és mi a cél? Jó kérdés, ugye ők azt a dinamikát próbálják meg tovább vinni, mint a kampányban kialakítottak, tehát fölpörgették a sajtójukat, fölpörgették ezt a médiagépezetet, és szemmel láthatóan nem akar leállni. Ennek szerintem több oka van. Egyik az, hogy ha leállna, akkor még az is előfordulhatna, hogy esetleg Soros György azt mondja, hogy megette a fene az egészet, és esetleg kivonul, itt hagyja ezeket, és akkor miből élnének meg ezek a drága jó baloldali média munkások. Tehát szerintem ez is ezek a egyéni, személyes, egzisztenciális félelmek is benne vannak. És az is benne van, hogy persze nyert a Fidesz, harmadszorra nyert, óriási fölénnyel nyert, megérdemelten nyert, de a kést rajta akarják tartani az Orbán kormánynak a torkán. És nyilvánvalóan most elkezdődik a kormányzás, elkezdődnek a békésnek szánt
hétköznapok, amelyek kormányzással telhetnének, és szerintem ők azt várják, hogy mikor lesz az első olyan intézkedés, aminek esetleg valamilyen társadalmi csoport úgy érezheti, hogy a kárvallottja hátrányosan érinti őt, és akkor ezt a tömeget, amit ők ott tartanak mesterségesen az utcán, már is rohamra lehet indítani. Ez a fő kérdés szerintem, hogy valóban az-e a végső cél, hogy békések maradjanak ezek a tüntetések, egyáltalán mennyiben nevezhetők békéseknek, és hogy lehet békésnek nevezni és békés mederben tartani egy olyan tömeget, amelyik mondjuk a Orbán egy pont-pont-pont molinó mögé áll be, és most ez egy dolog, hogy ez magát az emögé beállókat minősíti, de közben a médiájukból özönlik az, ami özönlik. Hiába írják meg némileg józanabb hangok a saját médiájukban, hogy nem volt választási csalás. Ők kint az utcán továbbra is ezt ordítozzák a híveiknek, imigyen is fönntartva a harckészültséget. Szóval nem direkt az a cél, hogy itt előbb-utóbb elszakadjon a cérna, és valamiféle Kijevet, Grúziát, Belgrádot csináljanak? Benne van a pakliban, ráadásul. Tehát hosszan kintartani tömeget úgy, hogy nincsen performance, tehát hogy nem történik semmi, az gyakorlatilag lehetetlen. Tehát akkor valóban a gyurcsányi fordulat jön, hogy megunják, hazamennek. Ezért valamit kell velük kezdeni. És itt ilyenkor szokott a Radikalizálódás című forgatókönyv lekerülni a polcról, fölcsapják, és akkor valóban egy ilyen majdanszerű forgatókönyv indul be. Én remélem, hogy nem ez következik be. Tehát én remélem, hogy inkább a megunják és hazamennek az, ami, illetve hogy lesz bennük, tehát abban a néhány tízezeres tömegben lesz annyi belátás, hogy tulajdonképpen persze fájó nekik a vereség, most újabb 4 évet ellenzékben kell tölteni, de azért felforgatni az országot, egy polgárháborút kirobbantani talán még se éri meg. Az ellenzéki pártok, amelyek most beülnek a parlamentbe, és szemmel láthatólag próbálnak valamiféle, nem tudom, kétlaki játszmát játszani, megpróbálnak megfelelni az utcán lévő tömeg igényeinek, és kvázi úgy csinálni, mint akik nem fogadják el a rendszert, meg a választási eredményt, meg semmit. Közben persze megállapodnak, lezajlanak a egyeztető tárgyalások, elosztják a bizottsági helyeket, stb. Ezeknek az ellenzéki pártoknak szerinted mi a lehetséges jövőjük? És gondolok itt elsősorban arra, vagy azt is vegyük számításba, hogy ez az utcán lévő tömeg, meg az ellenzéki média is egyre inkább és egyre nagyobb része kezdi azt elhangoztatni, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok mindenre alkalmatlanok, végképp leszerepeltek, valamiféle civil világnak kell jönni, abból kell kinőnie egy új egységes ellenzéknek, amely majd 2022-ben le tudja játszani ezt az egy az egyben meccset, és hát vannak már önjelölt jelentkezők is, mondjuk Márki-Zay Péter, aki szemmel láthatólag úgy döntött, hogy kinőtte Hódmezővásárhelyt, és majd ő lesz az új világnak az első számú embere. Szerinted mi áll közelebb a valósághoz, vagy melyik a valószínű forgatókönyv, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok benne a parlamentben tovább folytatják a harcot, a küzdelmet, és megpróbálnak 2 millió új szavazópolgárt 4 év alatt begyűjteni, megpróbálják újraépíteni magukat, avagy tényleg ők a múlt, mennek a sűjesztőbe, és tényleg van reális esély, vagy lehetősége annak, hogy valakik a semmiből jönnek, és csinálnak valami újat. Ez igazából semmi új nincs a nap alatt. Tehát az elmúlt 8 évben ugyanezt a forgatókönyvet csinálták Sorosék. Ugyanez volt a műsor. Bent a parlamenti pártok a parlamentben politizálgatnak, ügyet se vetnek rájuk, és akkor megpróbálnak az utcáról
egy civilnek mondott szervezeten keresztül egy új nagy ellenzéki erőt fölépíteni. Hát vagy fél tucat ilyen kísérletük volt. Én nem tudom, hogy ha nem Így sikerült... Így kell meg minden, igen. Milla. Tehát nem is akarom felsorolni az összeset. Tehát azt mondja, pukli és a pukli. Többi tényleg. Tehát annyi volt, hogy szinte nehéz számba venni őket. Nem tudom, hogy ha az elmúlt 8 évben ez a forgatókönyv látványosan nem működött, akkor majd most miért működne? Ezt őszintén szóval nem értem, de látszik, hogy tehát nagyon újat nem csinálnak, csak ugyanazt a sémát próbálják ismételgetni. Most éppen Márki Zajjal, tehát de én azt gondolom, hogy ráadásul már ezt is próbálták, hát ott volt Tétényi Éva, emlékszünk rá, Esztergom polgármestere, aki robbantónak használva ezt a nagymúltú és szép várost, gyakorlatilag hátrahagyva az ottani ügyeket, elkezdett egy országos politikai karriert csinálni. Majd utána az esztergomék azt mondták az önkormányzati választáson, hogy köszönjük szépen, akkor ezt lehet valahol máshol folytatni. Egyébként Tétényi Éva is feltűnt most Hódmezővásárhelyen, mint tanácsadó. Milyen érdekes. Tehát csak azt akarom mondani, hogy igazából szerintem arra van a legnagyobb esély, persze nem tudjuk pontosan megmondani, de mégis úgy tűnik arra van a legnagyobb esély, hogy folytatódik ez a kettős játék, hogy vannak a hagyományos pártok, akik csinálják azt, amit a pártok szoktak a parlamentben, és közben zajlik egy kísérlet, hogy az utcáról megszervezzenek egy nagy politikai pártot, vagy politikai erőt. Eddig ez nem sikerült, ennyit tudunk mondani. Mindenképpen szeretnék egy pár mondatot ejteni a Jobbikról. Mert az összes többi ellenzéki pártnál nagyjából szerintem legalábbis sejthető, hogy milyen jövő vár rájuk. A legkérdőjelesebb ebből a szempontból a Jobbik. Ugye két lehetséges változat van legalábbis. Én most nem tudnék harmadikat felsorolni. Az egyik, hogy a Jobbik ketté hasad. Ez a néppártosodó irányzat, ez majd iszonyú nyomás alá helyezi Vona Gábort, hogy térjen vissza a párt élére, és ő engedni fog az óriási nyomásnak, és visszatér, és folytatják azt, amit az elmúlt 3 évben megszoktunk tőlük, és lesz egy, nem tudom, radikálisabb Jobbik, a Torockai, Novák Előd féle társaság. Ez az A változat, a B változat meg, hogy egybe maradnak, de akkor viszont egy ilyen bénakacsa. Ként fognak ottan totyorászni, és egyfolytában azzal lesznek elfoglalva, hogy a két tábor harcol egymással. Szerinted? És az A-változatnak van egy alesete, amire már volt példa a magyar parlamentben, hogy a frakció és a párt válik tulajdonképpen ketté, és mondjuk a most jelen esetben akár mondjuk a frakció viszi tovább ezt a néppártosodott cuki vonalat, és a párt pedig radikálissá válik, és akkor aztán teljes a káosz. Ugye volt erre példa, emlékszünk a 90-es években, a Kisgazdapártnál például. Nem nagyon van jó forgatókönyv a Jobbik számára. Tehát Vona Gábor egy olyan zsákutcában manőverezte be a pártját, amiből gyakorlatilag komoly károsodás nélkül nem tud kijönni. Mert hogyha az előbb említett forgatókönyv van, hogy visszatérnek a radikális vonalra, akkor azt szerintem szakadáshoz fog vezetni, azt szerintem ez törvényszerű. Tehát ez nem tud máshova. Ha néppártosodást viszik tovább, ami egy sikertelen kudarcos stratégia volt, akkor pedig ott fogják magukat találni a fél tucat baloldali párt között, egy nagyon pici kis politikai piacon, ahol ők is próbálnak abból a mondjuk 1 milliós, 1,5 milliós baloldali szavazat tömegből kiszedni maguk számára valami torta szeletet. Lehet ezt csinálni, csak nem tudom, hogy ez nekik miért jó, mert szemmel láthatóan ez 2018-ban sem működött ez a stratégia. Azt, igen. Még egy mondat, amit én egyáltalán nem értek, ha csak nem egy teljes politikai amatőrizmussal állunk szembe, ha Vona nem mondja azt, hogy ha ő nem nyeri meg és nem lesz miniszterelnök, akkor lemond, akkor most nyugodtan mondhatná, hogy hát emberek, hát ugyanúgy 20%-ot kaptam, elindultam középre, folytatjuk a munkát, végülis egy fiatal ember vagyok, nem? Miért kellett neki fél évvel ezelőtt a Tuti Zsák utcába? Ahonnan tényleg nem lehet kijönni. Hogy ő magát miért manőverezte bele ebbe, szerintem arra az egyetlen észszerű magyarázat, hogy hitet kellett adni a saját szavazótáborának, hitet kellett adni a saját embereinek. Mert ugye, ha az ember eldobja az ideológiáját, az identitását, akkor csak egy valamit tud mondani, hogy a gyerekek, lesz majd lóvé. Uh-huh. Lesz hatalom, lesz pénz. Igen. Akkor ezt viszont nagyon határozottan és komolyan a többiek szemébe mélyen belenézve kell mondani, úgyhogy azok el is higgyék.
És szerintem a Vona Gábor ezzel rárakta magát egy olyan vakvágányra, amiről nem tudott nagyon letérni, és akkor ebből következett az ő lemondása. De én azt gondolom egyébként, és erre számos jel mutatott már a kampányban is, hogy ő korán sem tekint a politikai karrierre úgy, mint ami befejeződött. Tehát ő biztos, hogy folytatni akarja. El is kezdődött egyfajta brandépítése, lehetett látni, hogy ő egy saját brandet kezdett el fölépíteni, ami már független a Jobbiktól, ami inkább róla szól, az is lehet, hogy ő majd gründol magának egy teljesen független pártot, ami teljesen különálló a Jobbiktól. Hát akkor viszont, ha tényleg ez a terv, akkor viszont annak van a legnagyobb valószínűsége, amit mondtál, hogy a frakciót fogja erre felhasználni, hiszen a frakcióban gyakorlatilag csak az ő emberek. Az ő emberek vannak. És ők vannak leginkább abban a helyzetben, hogy a nyilvánosság előtt tudnak majd szerepelni. Egy perc maradt, muszáj föltennem ezt a kérdést, visszatérvén Európába. Ha minden úgy folytatódik, ahogy most kinéz az Európai Unió, akkor mekkora esélyt adsz annak, hogy mégiscsak kenyértörésre kerül a sor, és az Európai Unió jelenlegi formájában nem fog tovább működni? Ez érdekes, mert volt egy kutatásunk, egy európai kutatásunk, amiben föltettük ezt a kérdést 28 európai országban, hogy lesz-e 10 év múlva Európai Unió, és a válaszolóknak körülbelül több mint az egyharmada azt mondta, hogy nem lesz. Most szerintem lesz, de nem ebben a formájában. Én azt gondolom, hogy így ebben a formájában ez nem fog tudni tovább menni. Akkor jöjjön a nemzeti reneszánsz. Én legalábbis erre szavaznék. Jöjjön. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket, most pedig híradó. Minden jót, viszontlátásra.